A Ratkó József díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány a Nagykállóban élt költő szellemi és művészi életművének emlékére. A kuratórium tagjai olyan alkotókat ismernek el, akiknek munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen és kötődnek a megyénkhez. A díj anyagi feltételeit 2006 óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat biztosítja, emelte ki köszöntőjében Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. A díj idei kitüntetettje Nagy Zsuka költő, akit a kuratórium képviseletében Karádi Zsolt méltatott a rendezvényen. Úgy gondoltuk, hogy Nagy Zsuka egyfelől a sajátos versnyelvének kialakítása mellett tovább viszi a ratkói hagyományt abban a tekintetben, hogy rendkívül érzékenyen viszonyul a társadalom ellentmondásos helyzetei iránt, ellentmondásos emberi problémái iránt, érzékeny, szociálisan érzékeny bizonyos társadalmi kérdésekre. Nagy Zsuka középiskolai tanár, költő, pályafutását Nagykállóban kezdte. Gyakran kutatott, dolgozott az ottani könyvtárban, azok között a falak között, ahol Ratkó József is. Számára rengeteg sikert hozott a 2017-es év. Megjelent a Küllők Sávok című verses kötete, megkapta a Tokaji Írótábor díját és a Megyei Príma külön díjat is. A legújabb elismerés különösen közel áll a szívéhez. A legszemélyesebb díj és a legmélyebb díj, amit kaptam ebben az esztendőben. Elég súlyosak ezek a díjak. Ugye, aki követi az életemet most, az látja, hogy el vagyok halmozva elismerésekkel. Nagyon méltó dolog ez, és nagy-nagy szorongással is tölt el, és nagyon köszönöm a szűkebb hazámnak, hogy ennyire megbecsül, és remélem, hogy méltó leszek a következőkben is ezekre az elismerésekre. A díjátadást követő beszélgetésben Karádi Zsolt, Kürti László költőt idézve elmondta, Nagy Zsukával a kortárs irodalomban komolyan kell számolni.